Sziasztok, ez itt a Semleges Térfél, és ezúttal egy olyan sportvezető szakember a vendégünk, akit most neveztek ki nem olyan régen az MLS sportigazgatójává, ő pedig dr. Barczi Róbert. Jó napot, szeretettel köszöntöm a nézőket. Beszélgető partnerem Kolárik József, a Semleges Térfél főszerkesztője, balaganjoblog.hu. Sziasztok, hajrá magyar foci! És én pedig Fürjes Szabolcs vagyok, Újpest 1885.hu, és hát minket már biztos untok, ellenben ugye Barczi úrat kevésbé sokszor láthattátok, mint minket, hiszen ő nem a médiában szerepel a legtöbbet, hanem az MLS-nél folytatja. Én azt hiszem, hogy immár ugye 5 éve az MLS kötelékeibe tartozik, vagy lehet, hogy még korábbról is. Több is egyébként 2001 és 2006 között megyei főtitkár voltam, ami mostani megyei igazgatói feladatnak felel meg. Majd egy 5 éves ilyen banki kitérő után 2010-ben tértem vissza, szinte ugyanebben a pozícióban, csak akkor már az MLS közvetlen irányítása alá tartoztak a megyék, annak korábban pedig még önállóak voltak, úgyhogy 2010 és 15 között megyei igazgató voltam, és 15 és 20 között pedig versenyigazgató. Hát akkor ez tényleg egy olyan időszak, meg olyan pozíció, hogy itt most nyilván azzal a pozícióval kapcsolatban, illetve ahhoz a pozícióhoz tartozó kérdésköröket fogjuk mi itt feszegetni és megtárgyalni, amelyek a sportigazgatói pozícióhoz kötődnek, de van még a sportigazgatói pozícióval kapcsolatban egy előzetes kérdésem. Itt ugye 8 terület, vagy 8 feladat, nevesített feladat tartozik önhöz. Ezek, én most nagyon gyorsan elsorolom, és persze majd beszélgetni fogunk róla, utánpótlás, válogatott, edzőképzés, a nem edzőként dolgozó futball szakemberek képzése, klubfejlesztés, sporttudomány, futszál, női szakág, és a grassroots. Na most, én nekem úgy tűnik, hogy ugye az előző sportigazgató legutóbb, mert ugye egy ideig nem volt betöltve ez a pozíció, hogyha jól emlékszem, ő Bernd Stork volt, és mintha neki nem lett volna ilyen széleskörű feladata, és egy pár feladat, mintha máshova tartozott volna az MLS-nek, egy kicsit átstruktúrálta itt a szervezeti felépítését ezzel? Részben igen, részben pedig talán onnan indulnék, hogy 2010 óta nagyon sok változás történt a magyar labdarúgásban, így az MLS-en belül is. Én nemrég fejeztem be egy francia egyetemet, ahol a szakdolgozatot kifejezetten az MLS 2010 és 20 közötti koncepciójáról írtam, tehát elég naprakész vagyok. És hát azt is látni kell, hogy nagyon sok olyan lemaradása volt a magyar labdarúgásnak infrastruktúrálisan, szervezetileg, játékos létszámban, amit meg kellett oldani, amit helyre kellett tenni. És ezzel párhuzamosan próbálkozott az MLS ugye a szakmai rendszer kiépítésével is, de a feltételek, én azt gondolom, minden szempontból most álltak össze ahhoz, hogy valamivel szélesebb spektrumban is neki kezdjen az MLS egy reformnak. A Stork időszakában valóban ő elsősorban az utánpótlás válogatottra fókuszált. Ezek a területek léteztek korábban is. Én azt nagyon fontosnak tartom, hogy ezek a területek egyrészt külön-külön is legyenek helyretéve, másrészt szerintem minden összefügg mindennel, ezért ezeknek a területeknek egymással szoros összhangban kell működni, és teljesen egy irányba. Ez történik most meg. Igen, és hogyha egy kicsit még a múltra visszatekintünk, mert igazából az utánpótlás, mert én azt gondolom, hogy talán az, ahogy olvastam a nyilatkozatait, talán az a leghangsúlyosabb itt ebben az egészben. Nyilván ez érthető, mert talán ott van a legnagyobb hiátus a magyar labdarúgásban, és ez persze a jövőt határozza meg. De még egy kicsit a múltról. Ugye nagyon jó, hogy említette a 2010-től 2020-as időszakra vonatkozó MLS programot, aminek ugye 2015-ben volt egy értékelése, és ott azért történtek változások, mert valószínűleg látták az MLS-nél, hogy némi korrekcióra van szükség, és talán akkoriban jött a 12 csapatos bajnokság, utána jött a fiatal és légiós szabály, ezek már mind olyanok voltak, amik arra mutattak, hogy valamit tenni akar az MLS.
Most így 2020-ban, így most ezt az egész 10 évet, ezt hogy lehet értékelni? Hát tudom, most nyilván ez nem két mondat, de inkább csak annyi, hogy mik a pozitívumok és mik a negatívumok javítani valók. Igen, na most a célrendszert én, ahogy mondtam, a szakdolgozatomat feldolgoztam, és ezt én eléggé kiveséztem nagyjából 80 oldalon, tehát naprakész vagyok benne. Azt tudom mondani, hogy az akkor kitűzött céloknak a nagy részét sikerült megvalósítani. Hozzá kell tennem, hogy ilyen beállítottságú MLS vezetés, és ilyen háttérrel rendelkező MLS vezetés azért korábban nem feltétlenül volt. Nagyon komoly célokkal látott hozzá az MLS vezetése, és ezek nagyon becsülendőek. Én igazából azt fogalmazom meg, vagy úgy fogalmaztam meg, hogy a futball szakmai előrelépésen kívül szinte mindent sikerült teljesíteni. Nyilván voltak nagyon optimista és talán ambiciózus célok, itt a nézőszámra gondolok. Hozzáteszem, hogy itt azért az MLS közvetve tud reagálni arra, vagy ráhatni, hogy milyen a nézőszám a kluboknak, hiszen nem az MLS szervezi a klub mérkőzéseket. De ezen kívül én azt gondolom, hogy futball szakmai téren nem sikerült azt a fajta áttörést elérni, aminek nyilván számtalan oka van, és ezt célozza most az meg, hogy ezt a 8 területet egybe gyúrjuk, és elindulunk ezen a területen. Ugye megkértük a nézőinket, olvasóinkat, hogy különböző kérdéseket fogalmazzanak meg Barczi Róbert felé, és ebben voltak olyan kérdések, ami nem az ő feladatkör, ezt azért most így az elején szeretném elmondani. Tehát olyan kérdések, mint ami kifejezetten a sportigazgató feladata, a Nyíregyházával kapcsolatos kizárások és a többi, ezt majd attól illetékestől fogjuk megkérdezni, segítséget fogunk kérni, hogy kit kell ezekkel kapcsolatban megkeresni. Tehát egyértelmű az, hogy én szeretném megköszönni először is, hogy tudunk egy értékelhető párbeszédet kezdeményezni az MLS-szel, és nem egymásnak a különböző felületei nyirogatunk egymásról, mert az MLS-szel is sajnos az jellemző volt, nem csak ránk. Azon a kérdésem, hogy első körben, hogy a szakmai bizottság, aminek tehát rész információkat hallottunk, hogy vagy működik, vagy nem működik, vagy kik vannak benne, nincsenek benne, tehát vannak erről mondjuk információink, de ezeket szeretnénk, hogyha megerősíteni, hogy az a szakmai bizottság, aminek a feladata lesz az elkövetkezendő 5-10 évnek a megtervezése, ez az ön irányításával fog működni, az ön nem való kooperációban, vagy az ön anyaga fog megjelenni, tehát az ön által írt anyag fog megjelenni az MLS továbbképzésében, edzőképzésében és egyáltalán az egész szakmai tervezésében. Jó, mielőtt válaszolnék, én szeretnék reagálni az első részére az ön által említetteknek. Én is köszönöm a meghívást, egyébként nagyon fontosnak tartom azt, hogy mi is kellően önkritikusak legyünk, tehát ezt én nagyon fontosnak tartom, hiszen amíg nem tesszük tisztába azokat a dolgokat, hogy hol tartunk és hova akarunk eljutni, addig nem tudunk egyről kettőre haladni. Ezt megtettük természetesen minden területen. A másik, hogy én híve vagyok a partnerségnek, az együttműködésnek, és nem csak a klubokkal, hanem a szurkolókkal is, hiszen a labdarúgás a szurkolókért van, és fontosnak tartom, hogy ne plegyka szinten tudjanak adott információkról, hanem tájékoztassuk őket, tehát én ezt azért is tartottam fontosnak, nyitottan próbálok mindenki felé közelíteni. És hogy a kérdésre válaszoljak, ebben a szellemiségben kezdtem el már dolgozni, én eddig is próbáltam ebben az irányba haladni, ami azt jelenti, hogy azoknak, akik egyáltalán tenni akarnak a magyar futballért, azokkal én most az elkövetkezendő időszakban, meg az elmúlt időszakban is leültem, és le is fogok ülni, és azt a koncepciót, amit már megvalósítani szeretnék az elkövetkező 5 évben, azt gyakorlatilag ezzel a stábbal raktuk össze. Amit nagyon fontosnak tartok, hogy mindenkinek szüksége van valamiféle kontrollra, senkinek nincs ott a bölcsekköve a zsebében. Nyilván vannak jó irányvonalak, én a magyar labdarúgás minden területén dolgoztam, edző is, vezető is voltam, újságíró is voltam, tanítottam. Tehát van rálátásom ilyen szempontból, ez most nagyon használható számomra, de attól függetlenül, akik a végeken dolgoznak, én mindenféleképpen fontosnak tartom az ő véleményüket, minden területen megkérni a Bozsi programtól egészen a válogatottak működéséig.
A szakmai bizottsággal kapcsolatosan pedig azt tudom mondani, hogy én ott is egy nagyon szoros együttműködésre törekszek. Itt nincs aláfölé rendeltségi viszony a szakmai bizottsággal. Gyakorlatilag nekünk arra kell törekednünk, hogy egy olyan párbeszéd alakuljon ki, hogy egy irányba toljuk a magyar labdarúgás szekerét. A Nyilasi Tibor irányításával működik a szakmai bizottság, és olyan szakemberek vannak benne, mint a Lőv Zsolt, a Dárdai Pál, Szabics Imre, vagy a Hajnal Tamás. Gyakorlatilag a magyar labdarúgás nem áll olyan helyzetben, hogy megengedheti magának, hogy ilyen szakembereknek a véleményét ne kérje ki. Külföldön is bizonyított szakemberekről van szó, akik labdarúgóként és edzőként is megállták a helyüket. És azok a vélemények, amelyek korábban az adhok bizottsággal, még akkor a pari részvételével felálló adhok bizottságtól megfogalmazódtak, azokkal én teljes mértékben egyetértek. Tehát itt nem volt kérdés, hogy ezt a két irányvonalat összegyúrjuk. Nyilván ott elsősorban irányelvek alapelvek fogalmazódtak meg, amit ki kellett bontani, belemenni a részletekbe, adott esetben bizonyos területeken kiegészíteni. Viszont időközönként én szeretnék a bizottsággal egyeztetni. Fontosnak tartom, hogy mi ne egymással veszekedjünk, bárkivel is. Vitatkozni lehet szakmailag is, azon is vagyok, hiszen a végén a jó megoldást kell megtalálnunk, és mindenkivel erre törekszem, és már olyan döntéseket szeretnék hozni, ami azért a magyar labdarúgás érdekét szolgálja. Érdemi, érdemi, valami érdemi munka az ön részéről ugye megtörtént, csak ugye mert azok az információink vannak, megint csak részinformációk, hogy a szakmai bizottság eddig szinte semmit nem tett, egy-két beszélgetés volt, egy-két e-mailváltás, tehát valami érdemi tevékenységet végeztek-e már? A szakmai bizottság időközönként összeült. Én nem voltam minden bizottsági ülésen ott, tehát azért ezt fontos elmondanom, viszont a szakmai bizottság azokat az irányelveket már megfogalmazta, ami gyakorlatilag teljesen összhangban van azzal, amit a korábbi Kovács Feri bácsi, Dárdai Pálféle adhok bizottság is megfogalmazott. Mi nem azt várjuk el a szakmai bizottságtól, hogy részletekbe menően kidolgozza a stratégiát, arra itt vagyunk mi. Ők igazából az irányvonalat, vagy adott esetben a véleményüket kell, hogy megfogalmazzák, egyfajta kontrollszerepet töltsenek be, ez a feladatuk. Nekünk meg kell tölteni ezt tartalommal, egyeztetni a csapatokkal, és utána olyan döntést hozni, ami valóban szolgálja a magyar labdarúgás érdekét. Tehát nem a szakmai bizottságtól várjuk el azt, hogy minden részletet benne kidolgozzon egy ilyen feladatot. Akkor bemutatná a stábját, akikkel dolgozik, Barci úr, akivel kifejezetten a szakmai programot írja? 8 terület van, ahogy én azt korábban említettem. A sportigazgató helyettesként én a Róth Antalt kértem fel. Róth Antal azért elég régóta benne van a rendszerbe, és egy nagyon higgadt, nagyon bölcs ember, akinek nagyon jó meglátásai vannak. Én mondtam már többször is, hogy én hiszek a mentorprogramba, és hiszek abba, hogy az újaknak, akár egy futballcsapatról van szó, akár egy munkahelyen, szükség van arra, hogy valamennyire betanítsák. Egyébként majd erről fogok beszélni, ha oda kiukadunk az edzőkét. Okay. Is, és tökéletesen meg tudja oldani ezt a Róth Antal, hogy egymás között mi leosztjuk a 8 területen azokat a területeket, amelyeket ő felügyel, mentorál, és amelyeket én. Az utánpótlás válogatottak élén Fehér Csaba fog dolgozni, azt hiszem, hogy a stáb már ismerős, hogy kik fognak edzősködni, hiszen az már megjelent a honlapján is. Itt visszatért a Szélesi Zoltán és a Timák Krisztián is csatlakozott hozzánk, amire törekedtünk, hogy nemzetközi tapasztalattal rendelkező fiatal agilis edzők dolgozzanak. Gyakorlatilag olyan mérkőzéseken kell majd megállni a helyüket, ami egy picit másabb, mint a magyar bajnokság, ezért fontos, hogy korábban valamennyire bele tudtak szagolni a nemzetközi vérkeringésbe. A edzőképzés irányítását a Fórián Zsolt fogja átvenni, egy nagyon komoly, nagyon nagy tudású szakemberről van szó, aki több akadémiát is irányított, míg a nem edzők, szakembereknek a képzését, tehát ide a vezetők is beletartoznak, akár a masszőrök, a gyepmesterek, Sontra Tamás fogja átvenni, TF végzett, nagyon-nagyon intelligens és nagyon jó kapcsolatrendszerre rendelkező szakember, ugyanis itt az a fontos, hogy mi a TF-fel külföldi egyetemekkel és külföldi klubokkal is szeretnénk szoros együttműködésben dolgozni. Az a célunk, hogy olyan új tudást, olyan új szemléletet tudjunk behozni, ami segíti a magyar labdarúgást. A Leeds-i Egyetem például szorosan együttműködik az Angol Szövetséggel és az UEFA-val a különböző programok kidolgozásában, és már felvettük velük a kapcsolatot, hiszen nagyon hatékonyan tudnak majd nekünk segíteni, már pedig nekünk szükségünk van bizonyos külföldre érkező tudásra is. A sporttudomány az két területből áll, van egy sportegészségügyi terület. A sportegészségügyi területnél gyakorlatilag a
válogatott utánpótlás válogatott labdarúgóknak a mérését végzi el egy stáb, ennek a dr. Vannai Judit a vezetője, és van egy sporttudományi részleg, ami kifejezetten arra fog rámenni, hogy a klubok által elvégzett méréseket, a játékosoknak a méréseit, amit évente kétszer fognak elvégezni, mi kielemezzük. Ezeket a méréseket utána a klubbal face-to-face megbeszéljük, nem fogjuk ezt hivatalossá, nyilvánossá tenni, mert nem az a célunk, hogy pellengére állítsuk a klubot, hanem hogy leüljünk velük, kielemezzük, átbeszéljük, hogy a magyar vagy a nemzetközi átlaghoz viszonyítva milyen elmaradásban vannak, ha vannak, és hogyan tudjuk őket segíteni speciális gyakorlatokkal, hogy elinduljunk fölfelé. Nagyon sokszor az edzők nem szeretnek szembesülni, vagy a futballszakemberek az objektív adatokkal, a mérésekkel, miközben Európában már a mérések szolgálják a labdarúgást, hiszen ez alapján állítják össze az edzéseket, a terheléseket, amiben nekünk van elmaradásunk. Ezt majd kitérek rá szívesen, ez bizonyította a 2016-os EB, hogyha megtervezzük precízen a játékosok felkészülését tudományos alapon, akkor milyen állapotban lehet hozni a labdarúgókat. Ezen kívül grassroots osztályról beszélhetünk. A grassroots terület az az utánpótlásnak az amatőr részét fogja össze. Itt elsősorban ez a Bozsik programról ismert. Kovács Szilveszter a vezetője, eddig is ő volt a vezetője. Itt nagyon fontosnak tartom azt, hogy a Bozsik program megújuljon. Számtalan gyerek a pályán megjelent, ebben előrelépett a magyar labdarúgás, csak nem tudott ebből erényt vagy erőt kovácsolni a magyar labdarúgás, hiszen nem tudtuk ezeket a játékosokat fölfelé áramoltatni, nem volt meg az a fajta kiválasztási folyamat, amit mi most nagyon hatékonyan szeretnénk tenni, tehát egy picit átalakítjuk a grassroots programot, illetve a Bozsik programot. Bocsánat, hogy közbeszólok itt egy pillanatra, itt ez azt jelenti, hogy sokkal több gyerek kezdett el futballozni ezen a szinten, ugyanakkor köztük és a klubok, akadémiák között, ahogy így megyünk fölfelé, nem volt meg a föláramlás, mert valamilyen oknál fogva a kiválasztási folyamat mintha nem működött volna. Igen, nem aknáztuk ki ezt a területet, tehát megjelent több tízezer gyerek a pályákon, és én annak idején, amikor fociztam, az edzők nem csak, hogy meghirdettek egy hirdetést, vagy egy kiválasztót, hogy jelentkezzenek a játékosok a stadionba, és akkor 30 gyerek megjelent, hanem elmentek az óvodákba, az iskolákba. Tehát egy egész komoly kiválasztási rendszer működött, és szinte nem tud a tehetség eltűnni. Most az utóbbi időben ez nem feltétlenül így működött, amin változtatni szeretnénk. Ez azt jelenti, hogy ha most itt belemehetek egy nagyon picit ebben, mert azért egy fontos dolog, hogy négy szintű lesz majd a klubok felépítése, van 10 állam által jóváhagyott állami akadémia, ami nem fedi le teljesen az országot, mert többnyire az ország középső és északi részét találhatóak. Mi arra fogunk figyelni, hogy miután ezek az akadémiák jellemzően a 15-19 éves gyerekekkel foglalkoznak, azt szeretnénk, hogy az oda igazoló labdarúgók, kvázi a B szinten, az alattuk lévő szinten, olyan képzést kapjanak 6-14 éves korban, hogy minél jobb labdarúgók kerüljenek az akadémiára. Ki fogunk választani 30-35 olyan utánpótlás központot a 10 akadémia alatt, területileg, ami lefedi az országot, ahol nagyon komoly elvárásokat fogunk megfogalmazni a klubokkal szemben, azért, hogy 14-15 éves korukban jobb képességű labdarúgók kerüljenek az akadémiára. Óvodai rendszert kell kiépíteni, nagyon hatékonyan majd ezeknek a kluboknak. Iskolai rendszert, iskolákkal való együttműködést. Amikor én is gyerek voltam, nem tudom, hogy önök hogy voltak, én voltam, amikor focicipőben mentem focizni, szünetbe, iskola után fociztunk, és még ezen kívül volt egy edzés, vagyis kétszer másfél órát legalább fociztunk, ami ma már hiányzik, ez az iskolai oldala. Ezért azt szeretnénk, hogy a főállású edzők, mert ezen a szinten főállású edzőknek kell lenni 6 éves kortól 19 éves korig, délelőtt bemenjenek az iskolába, és a gyerekeknek edzést tartsanak, meg legyen a kellő érintésszám. Nagyjából 10 000 órára tapsálják azt a fajta képzési időt, bármilyen területen, akár egy zongoristánál, akár egy labdarúgónál, ami szükség ahhoz, hogy igazán jól szakember tudjanak kiképezni. Most elvesztegettünk napi másfél órát azzal, hogyha délőttönként az iskolában nincsen a gyerekeknek megfelelő számú labdaérintésük. Na most ezeket a klubokat szeretnénk összekötni, az A, a 10 akadémia, és ez a 30-35 B szintű klub regionálisan például együtt fog versenyezni, ami azért fontos, mert így hétről hétre fogja látni az akadémia a régiójában lévő B szintű kluboknak a tehetségeit, vagyis amikor a 15 éves korba érkezünk a középiskolába, akkor automatikusan fogja tudni, hogy kit kell beigazolni, és kit kell magához odaigazolni. Ez ilyen szempontból nem volt kialakítva, és ugyanez igaz az előbb említett Bozsik programra,
ahol lesz megyénként két-három kiemelt csapat, aki a megye összes többi 80-90 csapatával kapcsolatot tartja, és szervezi a bajnokságot. Vagyis azt jelenti, hogy ugyanerre a metódusra ráhúzva, az a csapat szervezi annak a körülötte lévő 10-15 csapatnak a bajnokságot, fogja látni a Bozsi programot, fogja látni, hogy kik a legügyesebbek, be tudja igazolni. Majd ugyanígy akarjuk a C-t meg a B-t összekötni. Tehát minden szegmens össze akarom kötni, azért, hogy ne tűnjenek el tehetségek, ahogy azt előbb is mondtam. Hogy, bocsánat, hogyha vannak ezek a, van a 10 kiemelt, vagy hát állami akadémia, gondolom ő a piramis csúcsa ezen a, ezen a szinten. Itt akkor megszűnik az azonos korosztályon belül a különböző osztályokban a le-föl áramlás, tehát csapat szinten, hanem a klubokat, az utánpótlás műhelyeket, a nevelőegyesületeket, azokat inkább valamilyen minőségi mutatók alapján, például ezek alapján, a mérések alapján fogják valahogy rangsorolni, vagy hogy hány tehetséget termel neki, vagy akkor mi lesz a mérés módja, vagy ezt hogy oldják meg? Igen, erre is kitérek. Lesz egy olyan osztály, egy klubfejlesztési osztály, aminek Kovács Péter lesz a vezetője, és kihagytam az előbb a végén még a női labdarúgást, a kismászókkal, és a futszát, aminek a Kozma Mihály lesz a szakágvezetője. Most ez a klubfejlesztési osztály egy teljesen új osztály, három feladatuk lesz, és itt fogok tudni majd válaszolni a kérdésre. Az edzőképzést interaktívabbá akarjuk tenni, ami azt jelenti, én ezen az egyetemen is tapasztaltam, ezen a francia egyetemen, hogy ilyen mikrocsoportokba tudtunk dolgozni, amely nagyon sokszor az oktatást én tanítottam, és nagyon sokszor azt tapasztaltam, hogy megpróbálják úgymond megúszni a diákok az órát. Ja, fel ne szólítsanak, csak nehogy kelljen válaszolni a kérdésre, kihúzom valahogy, és utána haza tudok menni. Na most ez nem jó, mert nem fejlődik az adott ember. Mi azt szeretnénk, hogy mindenki el tudja mondani a véleményét. Nincs azzal a probléma, hogyha különbözőek a vélemények, ütköztessük. Mi azt szeretnénk, hogy az edző ne egy általunk meghatározott irányba induljon el, hanem amit ő szeretne, csak tudja, hogy ha arra megy, akkor hova fog kiukadni. Tehát tudatosan kezdjen el dolgozni, tudatosan építse fel az edzéseit. Ehhez mikrocsoportokba fogunk dolgozni, és ennek a klubfejlesztési osztálynak 3-4 kollégája ott lesz az órán, hogy segítse az előadó dolgát, és tudja a mikrocsoportokat felügyelni. Utána ezek a kollégák, ez a 3-4 kolléga az edzőnek a gyakorlatban fog segíteni, amikor visszamegy a klubjába. Ha elvégzünk egy főzőkurzus, még nem biztos, hogy jó szakácsok vagyunk, de ha ott áll mellettünk valaki a következő héten, és segít nekünk főszerezni, akkor szépen lassan belejövünk, hogy hogyan is kell azt a bableves például megfőzni. De ugyanilyen elv mentén szeretnénk, hogy az edzőknek segítsenek ezek a klubfejlesztési szakemberek, napi szinten fogják látni, hogy hogyan végzi az elméleti tudást, hogyan építi be a gyakorlatba. És a harmadik feladat, hogy a klubokat auditálni fogjuk, vagyis, hogyha már ott vannak ezek a kollégák, akkor megnézzük, hogy hogyan épül fel a heti edzésprogram, hogyan tartják be az iskolai kapcsolatot, hogyan tartják be az óvodai kapcsolatot, hogyan történik meg a gyerekek felfelé áramoltatása, a szülői kapcsolattartás, kvázi azokat a feladatokat, amit az MLS előír és amire támogatást ad, hogyan végzik el. Ez azért fontos, mert kétféleképpen tudjuk a klubokat ellenőrizni. Egyrészt, ha nem megfelelő, minden klub fog egy minősítést kapni. Szeptembertől áprilisig szeretnénk auditálni a klubokat. Ez azért fontos, mert korábban a Double Pass auditon részt vettem, a Double Pass bejött, elvégezte az auditot egy hét alatt, és utána már nem ment vissza a klubhoz. Egy hét alatt nem lehet szerintem megállapítani 100%-os pontossággal, hogy hogyan működik a klub. Mi augusztustól áprilisig, vagy szeptembertől áprilisig folyamatosan visszajárunk a klubhoz, és minden héten fogunk egy írásbeli visszajelzést adni a klubnak, hogy mit látunk, mibe kell változni, és lehet, hogy egy év alatt, vagy 3 év alatt is nagy fejlődést tud felmutatni az adott klub, és nekünk ez a célunk. Na most, amikor megkapta áprilisban a minősítést, ahhoz tudjuk igazítani a támogatást. Ha azt mondjuk, hogy a klub az óvodai kapcsolatrendszert nem építette ki, akkor kap egy büntetést. Ha másodszor sem, akkor kikerül ebből a B-szintű rendszerből, nem kap támogatást, és beemelünk más helyettől abból a régióba. Tehát kell, hogy legyen következménye annak, ha valamit jól csinálunk, de annak is, ha valamit rosszul. Minden normális világban ez így működik. A másik pedig, hogy nagyon szeretném azt, hogy összetudjuk kötni az utánpótlás klubok minősítését a felnőtt licenszel, ami azt jelenti, hogy ha a klub kap egy minősítést, az utánpótlás klub, 3, 2 vagy 1 csillagos akadémia,
akkor elő lesz írva, hogy a felnőtt csapatnak milyen szintű akadémiával kell rendelkezni ahhoz, hogy az NB1-be vagy az NB2-be el tudjon indulni. Kvázi azt szeretnénk elérni, hogy a felnőtt klubok is vegyék komolyan a saját utánpótlásukat, kezdjenek el velük foglalkozni, mert ezt azért előre kell generálni. Nem egyszer hallottam akadémiai vezetőktől azt, hogy ők kitermelik a fiatal tehetségeket, de nem feltétlenül van összhangban a felnőtt csapat stratégiájával az ő munkájuk, és nem mindenhol építik be a fiatalokat, már pedig ennek összhangba kellene működni, és fontos, hogy az utánpótlás az minél hatékonyabban működjön, és dolgozzon be a felnőttől. Most elmondhatjuk, hogy így a, most a, hát úgy, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, most így a mennyiségi mutatókból inkább a minőségi mutatók irányába igyekeznek elmozdulni, és itt összekötni a, ezen a téren is, ugye, ahogy említettem, minden mindennel összefügg, az utánpótlás finanszírozást, illetve tehát hogy annak a mértékét a minőséggel, illetve a minőséget a finanszírozás mértékével, plusz ugye a felnőtt csapat licenszével is. Igen, hát ez egyébként megfelelő kényszerítő erő, mert ugye én azt láttam, hogy amikor, amikor a fiatal szabály volt, meg a légiós szabály, ugye az egy ilyen pozitív ösztönző volt, ez pénzügyi értelemben negatív ösztönző, de ugyanakkor meg hát el kell mondanom ezzel kapcsolatban, és pont a Double Pass-szal kapcsolatban, hogy én nagyon meglepődtem, amikor a Double Pass például azt mondta több helyen is, vagy szinte általánosan az volt a meglátása, hogy nem látja sehol a filozófiát, a stílust és egyebeket, és hogy, hogy ezt igenis kellene. És ennek ellenére mi Józsival csináltunk egy videósorozatot, ennek ellenére nem találtuk meg ezeket, és hogy nem volt ebből semmiféle következmény, és ez úgy tűnt nekem, hogy az MLS nyilván, vagy a klubok, nem tudom, kifinanszírozza a Double Pass-nak a munkáját, mert nyilvánvalóan pénzbe kerül ez is. Kiad egy csomó pénzt, a Double Pass csinál valamit, majd utána nem történik semmi, és olyan, mintha akkor a pénz az ablakban, mert igazából hatás az nincs. És akkor ezért jó az, és ezért fontos az, hogy össze legyen kötve mindennel, és hogy később a számonkérés is meg lehessen a másik oldalon azzal kapcsolatban, hogy na igen, és akkor mit végeztetek? Igen. Gyakorlatilag azt azért el tudom mondani, hogy voltak jó kezdeményezések eddig is az MLS-ben, csak nem tudott a folyamat kicsúcsosodni, mert nem feltétlenül voltak a folyamatok egymással összekötve a különböző irányvonalak. És ezeket kell most nekünk nyilván megtenni. Például ez a fajta licensz és utánpótlás minősítésnek az összekötése egyébként az Európában így működik, Angliában, Németországban, tehát ez teljesen természetes, hiszen a felnőtt csapat érdekeltve kell, hogy legyen a saját utánpótlásának működésében, jó esetben ők is finanszírozzák egyébként. Na most ezeket a puzzle darabokat, ha mi összetudjuk illeszteni, akkor én azt gondolom, hogy el tudjuk azt érni, amit én nagyon sok helyen hangoztattam, hogy egy picit más szemüvegen keresztül viszonyuljon mindenki a munkájához. Tehát én nyitott, középtávon, rendszerbe gondolkodó edzőket és vezetőket szeretnék látni majd a magyar labdarúgásban, és ehhez is fogalmaztam azt meg, hogy egy újfajta futballkultúrát kellene megteremteni. Tehát ma például leültem a 10 akadémiának a vezetőjével, a 10 állami akadémia vezetőjével, és szóba került az átigazolás, hogy elhappolják egymás elől adott esetben néha a klubok a játékosokat. Én azt gondolom, hogy ezeknek a kluboknak is, és inkább úgy fogalmazok, hogy minden klubnak valamilyen szinten egymással összhangba kell dolgozni. Hiszen majd, ahogy én az előbb említettem, lesz egy piramisrendszer, a 10 klub alatt a 30-35 B szintű, majd lesznek a megyei klubok, ahol a felfelé áramoltatásnál meg kell mindenkinek a másik helyzetét érteni. Tehát az üzlet, mert most ennek elvileg üzleti alapon kellene működni, akkor jó, ha mindenki jól jár. A magasabb osztályú csapatnak meg kell érteni, hogy mi az érdeke az alacsonyabb osztályú csapatnak, és úgy kell vele együttműködni, hogy ne csak ő járjon jól. Tehát itt nagyon fontos az, és itt erre gondolok többek között a futballkultúrában, hogy kommunikáljunk, hogy nézzük a másik érdekét is, és a végén a gyerek járjon a legjobban, mert egyébként a legfontosabb, a gyerekeknek a fejlődése, nagyon sokszor megrekednek a gyerekek, mert adott esetben csatáznak egymással a klubok. Semmiképpen nem jó ez, tehát mindenféleképpen egy újfajta megközelítést szeretnék én a kluboktól elérni.
Mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag ez az új, az a futballkultúra, amiről ön beszél, az arról szól, hogy egy ilyen együttműködésen alapuló, egymást erősítő és nem egymás hatását kioltó tevékenység legyen, ahol a pénzügyi érdekeltségeket olyan módon kell kialakítani, hogy elő tudjon állni az a win-win szituáció egy átigazolásnál, egy két klub viszonyánál, ahol mindenki jól jár ezzel, és a vége természetesen, most ez nagyon idézőjelben mondom, a termék, a játékos minősége, az így jobb lesz. Teljesen korrekt, hozzátéve, hogy nyilván ezt megfelelő szakmai tartalommal kell megtölteni. Igen. Elmondtam több helyen, és itt is szeretném azért hangsúlyozni, hogy én az elmúlt 5 évben nagyon sokat jártam Európa különböző országaiban, akadémiákon, UEFA ellenőrként, az egyetemi tanulmányaim során, skandináv országok akadémiáim voltam például, és megnéztem utánpótlás meccseket, egy Austria Wien, Rapid Wien 12-es meccset például, mert ez engem kifejezetten érdekeltek, és lenyilatkoztam, hogy a 6-8 éves gyerekeink semmivel se rosszabbak, mint bármelyik más ország 6-8 éves gyerekei. Az, hogy a végén 18-20 évesen nem ugyanolyan szintű labdarúgókat tudunk produkálni, az nyilván azért van, mert közben nekünk a folyamataink nem 100%-osan hatékonyak. Ezeket kell helyre tenni, és most itt most kiragadtunk egy-két elemet, de számtalan ilyen elem van, hiszen a képzés, a kiválasztást, a képzést, a klubok együttműködését, nekünk helyre kell tenni a működési költségtérítéses szabályt, ami az átigazolási összegeket szabályozza, minden olyan dolgot, ami hátráltathatja a rendszer működését, az, hogy a szülőkkel hogyan kommunikálunk, adott esetben a menedzsereket, a játékos ügynököket hogyan tudjuk kezelni. Ezek mind megoldandó feladatok, ezeket mind helyre kell tenni ahhoz, hogy ez a rendszer hatékonyan működjön, és ha mindegyiket sikerül helyre tenni, szent meggyőződésem, hogy jobb minőségű labdarúgók kerülnek ki majd a rendszerből. Józsi, egy kicsit idealista vagyok, és engem nagyon érdekel ez a játékstílus, illetve a magyaros technikának a megjelenítődése. Azon a kérdésem, hogy a kiválasztási rendszerben, tehát akkor kicsit nem, visszább kezdem. Mi az MLS, illetve legalábbis mi úgy vettük észre, focisztunk hollandul, németül, olaszul és a többi, ezt gondolom már nagyon sokszor hallotta. Hogy ez a rendszer, amit ön vagy önök kidolgoztak, ez kifejezetten a magyar stílusra adoptálódik, vagy megint csak átveszünk valakinek, adott esetben a franciáknak a rendszerét, akik önmaguk is változtak már, hiszen annyi más nem eredeti francia ember, most nem a rasszizmusra célzok, tehát hogy más kultúrából érkező, más mozgáskultúrával rendelkező emberek is alkotják már a francia, vagy akár a német társadalmat, hiszen ott is pont a német labdarúgó stílus 2.0 dívik, ami már nem ez az atomfutball, de elkanyarodtam. Tehát magára a magyaros labdarúgó stílusra adoptálódik-e a kiválasztási rendszer? Mondok egy példát, ha eset ön biztos tudja, miről beszélek, csak a nézők közül mondok valamit. Amikor én elmentem cselgáncsozni, előtte egy sportorvos megkérdezték, hogy úszhatok-e, és akkor azt mondták, hogy hát mivel 1,70 mély alatt vagyok, ezért teljesen értelmetlen nekem az úszással foglalkozni, viszont a súlyemelés, a cselgáncs és a többi, ez az én sportágam, ezt javasolják. Hát én arra gondolok, hogy például a labdarúgó stílusunkban ez a tipikus magyaros helycserés, sokmozgásos, kombinatív játék fog-e megjelenítődni a kiválasztódásban, és az erre alkalmas srácok lesznek kiválasztva? Nagyon jó a kérdés, és örülök, hogy ez szóba került. Én semmilyen más rendszert nem szeretnék átvenni. Nekünk nagyszerű stílusunk van, én azt gondolom, a világot végigvertük valamikor a saját stílusunkkal, csak vannak területek, amiben egy picit lemaradtunk, és amit nyilván fel kell hozni. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet tanulni másoktól. Tehát azokat a rendszereket, azokat az alapelveket. Ez egy katalizátor vagyunk. Nyilván, tehát vannak dolgok, amit nekünk meg át kell venni, és amit például ezt a licensz rendszert, ami, ahogy mondtam, Angliában működik, a felnőtt csapat és az utánpótlás licensz rendszerének az összekötése, ami nem futball stílus, hanem a szervezési feladat, de alapvetően nekünk saját stílussal kell rendelkeznünk. Ez azért fontos, mert az utánpótlás válogatottaknál én átbeszéltem ezt a Fehér Csabával és az edzőkkel,
kifejezetten fontosnak tartom, hogy 15 éves kortól már kezdjük el az utánpótlás válogatottnál azt a kezdeményező játékot, amikor hátulról felépítjük a támadást. A néző nem élvezi azt a focit, amikor előre rúgjuk a labdát, és így ilyen bunker focit játszunk. A néző azt élvezi, ami például a 16-os Erdén jelen volt, kifejezetten büszke volt szerintem mindenki a magyar válogatottra, megvolt a magyar stílus, a sok passzos, sok mozgásos játék, és hozzá egy kellő dinamika, kellő erő, kellő önbizalom ezáltal. Igazából ezen a téren van, én azt gondolom, néha lemaradásunk. Ha megvannak ezek a dolgok, akkor utána bebizonyosodott, hogy azok a labdarúgók, akik adott esetben a magyar bajnokságban nem mertek bizonyos cseleket megcsinálni, jó kondiba, önbizalommal tele, megmerték akár a portugálok ellen is csinálni ezeket a dolgokat, hogy mi is meglepődtünk, hogy milyen dolgokra képesek. Tehát mi nem akarunk senkit lemásolni, hajlandóak vagyunk bárkitől tanulni, de nekünk speciálisan saját magyar nagyszerű stílusunk van, és ezt szeretnénk majd meghonosítani. 15 éves kortól a válogatottól például szeretném kérni kifejezetten, és meg is beszéltünk Csabával, hogy erre fogunk törekedni. Nem az fog minket érdekelni 15-16 éves korban, hogy éppen az utánpótlás válogatottunk milyen számszerű eredményt játszik, hanem hányszor tudjuk kihozni a labdát, hányszor tudjuk felépíteni a támadást, mert erre lehet majd később 17-18 éves korban a válogatottnál építeni. Viszont nyilván a válogatottban ezt akkor tudja megcsinálni a játékos, ha ehhez szokik hozzá a klubban is. Tehát nekünk ezért nagyon fontos, hogy nagyon szoros, élő kapcsolatunk legyen a klubokkal, hiszen csak akkor működik a válogatott, ha jók a játékosok a klubban, nekünk egy irányba kell tolni a szekeret, és ezt szeretnénk mindenféleképpen meghonosítani a klubokban is. Ehhez, ha kell, 86-szor is átszervezik az utánpótlás bajnoki rendszert, mert folyamatosan jöttek azok a észrevételek a klubok részéről, hogy a bajnoki rendszerben túl nagy nyomás neheződik az edzőre, a kiesés leírtás miatt, ezáltal nem mernek játszani. Mindent megteszünk azért, hogy ez a fajta anomália megszűnjön. Amit szeretnénk, ugyanez a stílus honosodjon meg az utánpótlásban is. Az lenne a kérdésem, hogy nagyon sok, nem sok, hanem volt egy pár szakmai igazgató az ön elődjei, aki mindenki megpróbált ezt a hiátust pótolni, tehát az edzőknek a tudását, megpróbálta rávenni őket, hogy tanuljanak a Szalai Lászlónak, ez a emeljük a szintet rendszerre gondolok, ami ez egy tök jó elképzelés volt, és valahogy egyszerűen a szakma nem állt be mögé, hanem szépen lassan elfogyott körülötte a levegő. A kérdés nem a Szalai Lászlóra irányul, hanem érzi-e maga mögött most azt a támogatást a teljes szakma részéről, hogy nem fognak maga mögül kiállni. Most értse úgy, kicsit már pesszimista vagyok abból a szempontból, hogy itt van egy ember, megint változtatni akar, megint jót akar csinálni, és valahogy ez a közeg megeszi. Nem tudok szebb szót, hanem felőrlődik ebbe a napi harcba, mint például a Ferenczi Attila, akinek a gondolatait most, tehát egyértelmű én, mint szurkoló, az ő úgymond idealista könyveiből szereztem a legelső futball gondolataimat, utána a Jonathan Winslow és a többi, de nem ez a lényeg. Tehát az a lényeg, hogy szépen felőrlődnek ezek az emberek. Nem hiába van baromi nagy tudás a magyar fociban, mindenki 100 000 felé húz, és egyszerűen nem érzem azt, hogy valahogy össze lehetne ezt fogni anélkül, hogy valaki hátulról ne lökdösse ezt meg megint, hogy nem jó ez így, ne kelljen már tanulni, jó ez nekünk így, és ez fáj baromira a szurkolóknak, hogy ugye ezt látják, hogy aki jót akar, azt mindig valahogy kilöbdösik. Ezt most elég sokszor felteszik ezt a kérdést nekem, és teljesen jogos és aktuális ez a kérdés. Egyrészt, ahogy én az előbb említettem a beszélgetésünk elején, 2010-től elindultak folyamatok, és én teljesen megértem a szurkolókat, amikor egy adott tényből vannak le következtetéseket, én viszont mindig a folyamatokat nézem, hiszen azért egy labdarúgásban már csak a játékosok kinevelése is egy folyamat. Ez alatt a 10 év alatt nagyon sok minden letisztult azért a magyar labdarúgásban is, és nagyon-nagyon látom, hogy nagyon jó elképzelésekkel látott munkához az MLS vezetése, viszont mostanra álltak össze azok a feltételek, minden stadion elkészült, meg minden most már tényleg nem lehet mellé beszélni, én azt mondtam erre. Most már le kell tenni az asztalra nekünk valamit, és ezt érzi szerintem mindenki. Én látom a klubok oldaláról, az MLS vezetése is nagyon komolyan gondolja azt, hogy valamilyen irányba induljon el a magyar labdarúgás. Tehát egyrészt tényleg érzem azt a fajta szándékot klubok és az MLS oldaláról, ami szükséges ehhez. A másik viszont, amikor tanítottam és edzősködtem, mindig arra törekedtem, hogy kvázi követőket találjak. Tehát én nem abba hiszek, hogy erőből le lehet tolni a torkán valakit.
átmenetileg lehet így eredményt elérni. Viszont ha olyan programra állunk elő, és olyan hatékony módon találjuk meg az együttműködési feltételeket, a kommunikációt, hogy a másik fél is megérti, hogy mit miért kell csinálni, miért jó ez neki, amiben nekünk nagy energiát kell fektetni, mert nyilván ahhoz, hogy ez a rendszer működjön, nekünk egy komoly bizalmi elvet kell, egy bizalmi rendszer kell kiépíteni a klubokkal, ami azért még fejlődést, tehát még javításra szorul. Tehát azért az a fajta bizalmi elv, az még nem alakult ki 100%-osan bizalmi légkör, ezt szeretném kialakítani, és azt látom, hogy a klubok nyitottak erre. A klubok is várták már azt, hogy végre egy egységes rendszer mentén haladjon a magyar labdarúgást. Ilyen szempontból nem idealistaként, hanem realistaként azt mondom, hogy én látok esélyt erre. Én itt két kulcs szót, nekem az ütötte meg a fülem, hogy amit ön mondott, folyamatokban gondolkodom, és minden mindennel összefügg. És azt látom, hogy eddig, mintha az történt volna rendszer szinten, hogy belenyúltunk itt, belenyúltunk ott, helyesebben az MLS, és onnantól kezdve egy megfelelő bonyolultságú rendszerbe, hogyha egy ponton belenyúlok, és nem gondolom át az egészet, akkor előbb-utóbb valahol valami olyan hatás lesz, amire nem számítok, és viszont hogyha ezt rendszer szinten átgondolom, és nem egy-egy ponton belenyúlok, hanem összefüggéseibe és folyamataiba vizsgálom, akkor nyilván ez egy sikeresebb dolog lehet. Egyébként én most egész jól meg vagyok győzve, azt megmondom, hogy miért. Nem azért, mert mi nagyon okosok vagyunk, hanem azért, mert elég régóta foglalkozunk a magyar futballal, és amiket most hallunk, azokat mi is egyébként évek óta mantrázunk, csak nyilván nekünk nincsen olyan döntési és befolyási szintünk, hogy ez érvényesülni tudna. De hát most én azt látom, hogy pont a legjobb helyen az MLS-nél, ez most így nyilván eddig sem gondolom, hogy ez nem volt, tehát nem tudták ezeket a dolgokat, csak most összeállt egy olyan szituáció, hogy akkor ez most tényleg el is indulhat. És ezzel kapcsolatban itt nekem még a... Ugye a versenyeztetéssel kapcsolatban ugye egy táblázatot én nem is tudom, hogy honnan lőttem, ami arról szól, hogy egy átlagos tehetség, egy akadémiai játékos, egy kiemelt tehetség, azok hogyan jutnak el, hát ki hova 22 éves korára az átlagos tehetség mondjuk az NB3-ig, az akadémiai játékos NB1, NB2, a kiemelt tehetség az kvázi garantált NB1 nyilván, és itt van benne egy ilyen, hogy támogatás NB2 és támogatás NB1, U20, U21, U22, ez mit jelent, ez a kooperációs szerződések lehetővé tételét, vagy esetleg vannak valamilyen pénzügyi ösztönzők? Ugye azt tudom, hogy az NB2-ben nyilván ezt már láttuk, meg eddig is volt valami melyest, hogy itt továbbra is, és az NB1-es kluboknál is lesz ilyen ösztönzés, vagy ahogyan is említette, rendszerbe kell gondolkodni. Kifejezetten ragaszkodtam ahhoz, amikor szóba került, hogy a feladatot elvállalom-e, hogy nem egy területért, nem kettőért akarok felelni, hanem minden területért. Kvázi magamra húzom ezzel a felelősséget, de akkor tudom garantálni, hogy jó irányba haladnak a dolgok, ha a puzzle darabokat összeélesztjük. Na, a puzzle darabok összeélesztésénél tartunk, akkor fontos megemlíteni, hogy én említettem a kiválasztást a Bozsik programon keresztül, amiben segítenek a klubokat. A képzésről is szót ejtettem, hogy hogyan próbáljuk majd a kluboknak az edzőit, vezetőit egy picit nyitottabb gondolkodásról sarkalni. A harmadik elem a fiatalok felnőbbé való beépítése, amit most ön is feszegetett, ebben nagyon komoly lemaradásban vagyunk. Szintén azt tudom mondani, hogy folyamatokról kell, hogy beszéljünk, hiszen ha valaki focizott, az pontosan tudja, amikor betoppan egy fiatal, egy felnőtt öltözőbe, én ezt átéltem, akkor amíg az ő korosztályában, 17-18-19-es korosztályban a legjobb volt, a leggyorsabb, a legügyesebb, ő volt az ügyeske, hirtelen bekerül egy felnőtt öltözőbe, ahol az utolsó, a 25-dik, a 26-dik, a leglassabb, elnyomják, felrúgják, mert hát be kell illeszkedni a rendszerbe. Ezt nem lehet egy hét alatt, két hét alatt megszokni, megtanulni. Külföldön nagyon sok olyan akadémián voltam, ahol kifejezetten szakemberek foglalkoznak azzal, akár egy felnőtt csapat pályaedzője, pszichológusa, hogy hogyan segítse ezeknek a fiataloknak a beépítését,
csak mentálisan, csak lelkileg, és akkor még nem beszéltünk a futballszakmáról, hogy bedobják a játékost, ez a Bénes, aki a Mönchengladbachban focizik, én az ő beépítését figyeltem szándékosan, hogy betették 4-5 meccsre, kivették, kispadra ültették, megint betették 4-5 meccsre, tehát ezt tudatosan építik fel, és nem 2 hét alatt, nem 5 hét alatt. Na most ennek a jegyében fogalmaztuk meg azt a fajta versenykírást, ami nyártól lesz érvényben, ami azt jelenti, hogy az NB3-ba beengedjük az NB1-es csapatot, tartalék csapatát. Ennek az a célja, itt 21 év alatti labdarúgók játszhatnak majd, és 4-en a felnőtt csapatban az NB1-esből, ha valakinek formanyagtársága vagy sérülése. Rában 24 éves korig lehetett itt játszani, ha jól gondolom. Igen, hogy a puzzle darabokat össze kellett illeszteni, és a 3 osztály egymásra épülni. 21, mert ha már beengedjük, akkor a fiataloknak adjunk teret. A fiatalok 16-17 éves koruktól kezdve itt fognak tudni játszani, hiszen 2-3 év, mire beépül egy fiatal játékos a Chelsea-be, szórja ez az Abraham nevű játékos a gólokat. Előtte 2 évig a Championship-be volt, legutóbb az Aston Villa-ba volt házi gólkirály, és most szórja a gólokat a Chelsea-be, tehát ez is egy folyamat. Fel akarjuk építeni a fiatalokat, vagy legalábbis az MLS segítséget akar nyújtani a kluboknak ebben, hogy a beépítést is meg tudja valósítani. Ha lehúz a játékos egy évet az NB3-ban, tegyük fel egy 19 éves játékos, a következő lépcsőfok lehet az NB2. Az NB2-ben egy 20-as játékosnak a szerepeltetése lesz kötelező. Ennek az az oka, hogy optimalizálni kell a számot. Látjuk mi is, hogy nem tudjuk előírni, hogy 2-3-4, ráadásul minél több kötelezőt írsz elő, annál nagyobb az ellenállás. Nagyon sok ország vezetőivel beszélek, minden országban ezzel egyébként kínlódnak, és nehezen tudnak döntést hozni, hogy kötelezővé tegyék a fiatalt, támogassák anyagilag, egyáltalán ne foglalkozzanak vele. Tehát minden szabály annyit ér, amennyit betartanak belőle, és ezért nagyon nehéz megtalálni az arany középutat, és kétségtelen, hogy próbálkozott az MLS ezzel, azzal, amazzal. Most, hogy a 3 osztály egymásra fog épülni, talán egy kicsit optimálisabb lesz a helyzet. Tehát NB2-be 20-asokat fogunk kötelezően előírni, egy főt. Az azt jelenti, hogy legalább egy főnek még a kispadon kell lenni, hogy ezt garantálni tudják egy cserével, tehát legalább 40-45 fiatal ott lesz az NB2-be, ott fog pallérozódni. A következő lépcsőfok az NB1, amikor 21-es labdarúgókat fogunk támogatni anyagilag. Tehát aki kiöregszik 20-asként az NB2-ből, az automatikusan léphet az NB1-be. Nyilván mindenki nem fog lépni, ezért az NB2-be is az 21-eseket támogatjuk, tehát itt már egy harmadik évet tudunk generálni a beépítésre, és megspékeltük azzal a kooperációs együttműködéssel, amit ön is említett. Ennek pedig az a lényege, hogy a 21 éven alul labdarúgó, aki az NB1-ben benne van a keretbe, de nem játszik végig egy meccset, csak egy fél időt vagy egy negyed órát, az másnap az NB2-be egy partner csapattal játszhasson még egy meccset, vagy legalább annyit, hogy az a kellő terhelése meglegyen arra a hétvégére. Ezt amerikai modellből vettük át, mert gyakorlatilag ez tökéletesen működik. A lényeg az, hogy a 20-21 éves labdarúgónak meccsszám kell, meg meccsperc, tehát neki játszania kell. Na most így NB3, NB2, NB1, mi ezzel a szabállyal tudjuk azt segíteni, hogy a klubok tudatosan, és itt a tudatosságon van a hangsúly, nem dobálni egyik héten ide, másik héten oda, hanem üljenek le a sportigazgató, utánpótlási igazgató, vezetőedző, és annak a 6-8 potenciális labdarúgónak, akiben van lehetősége, van potenciál, akit be tudnak majd építeni a felnőttbe, akivel terveznek, annak tervezzék meg a karrierét, és építsék fel tudatosan. Talán remélem, hogy jól olvastam azt a tervezetet, hogy igyekeznek ott tartani a nevelő egyesületekben a játékost. Meg is mondom, mire gondolok. Beszéltem NB1-es csapatnak, most nem mondom meg melyiknek az utánpótlásával, és azt mondta, hogy hiába nevelik ki a játékost, vagy próbálkoznak vele, oda jön egy másik csapat, vagy megkeresik a szülőket, és egyszerűen elviszik onnan, és tehát tulajdonképpen learatják ezt az egészet. Ez most nem csak, ez sajnos ez előfordul, tehát akár vidéki, akár budapesti csapatoknál, és ezt hogyan tudják majd megtartani? Tehát úgy, hogy a régióban maradjon a játékos, lesz ennek valami kontrollja, hogy ne vigyék el Miskolcról, Fehérvárról, innen-onnan, hanem az maradjon ott legalább egy ideig, és annak a csapatnak hozza a dicsőséget, vagy később majd az utánpótlás pontokat, támogatást, ilyeneket.
Igen, van elképzelés, sőt konkrétum is van ezzel kapcsolatosan. Ennek a piramis rendszernek, amit én említettem az utánpótlásban, van egy átigazolási szabályzata, ami a működési költségtérítés név alatt fut, ahol a bizonyos szintek közötti átigazolásnál bizonyos összegeket kell fizetni, ami évente emelkedik. Na most ezt a szabályzatot egy ilyen belga-holland modellből vettük át, amit át akartunk magyarosítani, csak hát naív módon mi, amikor a szabályt bevezettük, nem gondoltuk arra, hogy adott esetben a csapatok nem fognak együtt működni egymással, és nagyon sok vita generálódott a klubok között, úgyhogy folyamatosan kellett reszelgetnünk ezt a szabályt, és még most is azt csináljuk, tehát azt szeretnénk, hogy decemberre, amire be kell vinni az elnökség elé a következő évi szabályokat, hiszen a 30-35 B szintű klub, meg a C szintű klubok, a piramis alján lévő kluboknak a kiválasztása decemberre fog megtörténni most ősszel, addigra a szabályokat is teljes mértékben véglegesíteni akarjuk. Ezt a szabályt fogjuk bevinni decemberbe, és ennek az egyik eleme az lesz, hogy 14 éves korig a gyerekek a megyén túl nem igazolhatnak. Nem egy olyan fiatallal találkoztam, szüleivel találkoztam, ahol a gyerek 10-12 évesen az országot átszelte, átigazolt más klubba, és ha kiszakították a családi gyökerekről, a családi környezetből, az kihatott a lelki állapotára a gyereknek, nem volt támasza. A kollégium nem ugyanaz, bármennyire jó is, mint amikor a családi fészekben van otthon a gyerek, úgyhogy egyeztetve egyébként a klubokkal, akik ezt elfogadták és támogatják, 14 éves kor alatt nem fogjuk engedni, csak ha a család is költözik, hogy egy labdarúgó a megyéjét elhagyja. Azt követően már a középiskolába tud igazolni bárhová, viszont ott is kifejezetten fogjuk kérni a klubokat, és ebben én, ha kell, szerepet vállalok egyfajta ilyen összekötőként, hogy csak akkor vigyék el, ha az a gyerek érdekét szolgálja. Tehát ne erőből próbálják átigazolni, ezt nagyon fontosnak tartom. Egyébként, ahogy említettem, ma a 10 akadémiával leültem, és nagyon sok olyan ötlet szóba került, amit én tudok támogatni, ha mind a 10 klub egyetért vele, hiszen ezt maguknak szabályozzák le ilyen szempontból, ahol arra is tettek javaslatot, hogy ne nagyon lehessen igazolni már 16 éves kor után, akár egymás között. Egy Feyenoord, egy PSV, és egy Ajax, egy gentleman agreement alapján megállapodott korábban, hogy ők nem igazolnak egymástól játékosokat. Ez nagyon nehezen megy Magyarországon. Ezt akkor tudjuk, hogyha a 10 klub kéri, hogy mi ezt foglaljuk szabályba, akkor meg tudjuk tenni. Én elmondtam a kluboknak is, hogy én partner vagyok mindenben. Én azt szeretném, hogy hatékony legyen a rendszer. Úgyhogy még ezt a részét is hajlandóak vagyunk leszabályozni, ha erre szükség van. Hát, és ha már így az ösztönzőkről van szó, ez a produktivitási ösztönző, ugye a felnőtt csapatoknál, ez továbbra is él, ez megmarad? Igen, megmarad. Gyakorlatilag ezt is egyébként nagyon sok ország használ, ilyen produktivitási rendszer, gyakorlatilag a kinevelt labdarúgók felnőttben eltöltött percei és a minősége attól, hogy milyen bajnokságban szerepel, azok alapján van egy szorzó, és azok alapján a végén kialakul egy rangsor, és ehhez tudjuk vezetni a támogatást a kluboknak. Igen, ez megmarad. Igen, mert ugye arra gondolok, hogy ugye egy saját nevelésű játékosból hogy lesz pénz. Ugye egyrészt úgy lesz pénz, ha nálam játszik, és bajnokságot, kupát nyerek, nemzetközi kupában indulok, stb. Ez. Akkor a következő az, hogy én el tudom adni adott esetben egy magasabb szintű bajnokságba, és akkor tudok érte pénzt kapni, de ez a produktivitás is benne van. Tehát itt már nagyon sok oldalról meg van támogatva, hogy amikor ezek a gyerekek majd kijönnek, és akkor ott a felnőtt csapatba beépülnek, és majd onnan adott esetben tovább lépnek, vagy a csapat vezéregyénisége lesznek, akkor tulajdonképpen egész jó sok pénzt lehet vele keresni, és nekem ezzel kapcsolatban van ugye az a kérdésem, hogy én ezt látom, hogy ebben a koncepcióban benne van az, hogy ezeket a minőségi mutatókat, ezeket igenis jutalmazza, vagy díjazza az MLS, és ugye ez egy nagyon jó dolognak tartom. Én még egyébként, ugye szóba került a nézőszám, amire az MLS-nek úgyis a közvetlen hatása van. De itt a nézőszámmal kapcsolatban, mert korábban is beszélgettünk a semleges tér feladásaiban arról, hogy lehet, hogy ezen a téren, tehát a szurkolókkal való kapcsolattartás, a nézőszámok alakulása, tehát nem az effektív nézőszámok, mert nyilván Kisvárdán nem tud annyi néző lenni egyszerűen, mint a Grupa Marénában, mert annyira különböző a stadion mérete mondjuk, de hogy ilyen jellegű dolgokkal is meg lehetne fűszerezni talán
a dolgot, mert egyre inkább az a vélemény alakul ki bennem, hogy a szurkolók egyre nagyobb hányada már nem feltétlen csak az eredményességet nézi, hanem amit szokott mondani a Ferenczi Attila, hogy a művészi értéket, az élvezhetőséget, a játék szépségét, ugye egyrészt, másrészt pedig ugye szeretné azt, hogyha ő tudná érezni azt, hogy egy szívesen látott vendég abban a stadionban, amelyik ben a szeretett csapata szerepel, és ez nem mindig kapja meg a kluboktól, de én azt gondolnám, hogy ösztönzőkkel, és most nyilván csak most ötletelek, és ötletet mondtam, talán lehetne ezen pozitív irányba lendíteni. Egyébként teszem hozzá, a kluboknál, mintha elindult volna valami, már egyébként is pozitív irányban, azt meg kell mondjam. Igen, most amit ön is említ, megint oda térek vissza, és ezek nem magyarázatok, tehát én nem szeretek mellé beszélni, és én fogom vállalni a felelősséget is, hogyha az általam elmondottak közül valami nem valósul meg, de azt látni kell, hogy tényleg folyamatokról van szó. Tehát azért nézzük meg, hogy egy mérkőzés hogy volt megszervezve, egy bajnoki mérkőzés, mondjuk egy válogatott mérkőzés, vagy egy NB1-es mérkőzés csak 10 évvel ezelőtt. Tehát azért nem csak a stadionok minősége miatt, hanem a körülmények, a WC-k, a mosdók, vagy egyáltalán az egész körítés mennyire másabb lett a labdarúgásban, akár egy VIP részleg. Tehát én látom a különbséget egyébként a szervezésben is. És ez egy komoly tanulási folyamat, mert nem volt minta előttünk. Tehát nekünk úgy kell ezeket felépíteni, hogy nem volt itt Magyarországon speciális egy minta, hanem nyilván külföldön bizonyos dolgokat meg kellett tanulni. Amit viszont fontosnak tartok aláhúzni, hogy itt az utánpótlásban is említette ön azt, hogy milyen ösztönző erők vannak a kluboknál. Na most, amikor egy játékos, egy utánpótlás játékos eligazol egy másik klubba, akkor már kap egy működési költségtétést is. Tehát van egy rögtön, egy azonnali visszacsatolás. Amikor megköti az első profi szerződését a játékos, akkor a korábbi klubjai kapnak úgymond kvázi egy ilyen képzési kártmanítást, egy meghatározott összeget, tehát amikor belőle profi labdarúgó lesz, már akkor is kap, majd később a produktivitásból, amikor már kijut a német Bundesligába, akkor megint kap. Tehát 3 lépcsőbe, és igazából ennek kellően ösztönzőnek kellene lenni, én azt gondolom, mint ahogy a nézőszám esetében is, én azt gondolom, hogy ha most már ilyen szép anyanyaink vannak, és látjuk, hogy mennyivel jobb 8000 néző előtt játszani, mint 1000 néző előtt, ez is kellően ösztönző lenne. Ezeket a dolgokat, amit az MLS nagyon sokszor kitalált, és most megpróbálom rendszerbe állítani, ezek tökéletesen működnének, hogyha ez teljes mértékben üzleti alapon működne a labdarúgás. Hiszen mi azokat az ösztönző erőket próbáljuk beletenni, amit azért nagyon sok az élet más területére érkező ember is dolgozik az MLS-ben, akár közgazdászok, akik abszolút üzleti alapon próbálják megközelíteni a dolgokat, és ezek a szabályok nagyon sokszor ezt célozzák meg, a produktivitás, vagy ez a 3 lépcsős utánpótlás, finanszírozás, és ez működhetne, ha teljesen üzleti alapon működne a labdarúgás. Én nagyon bízom benne, hogy fogunk ebbe az irányba haladni idővel, hogy sokkal inkább a klubok törekedjenek arra, hogy a saját bevételeiket termeljék ki saját maguknak, hiszen akkor nyilván az utánpótlásra is jobban figyelnének, az utánpótlásból, a beépített labdarúgók eladásából és a nemzetközi porondról lehet plusz pénzeket generálni egyébként. Nekem van egy, ugye megint a Ferenczi Attilával nagyon sokat beszélgettünk erről, neki is és nekem is van egy veszőparipám, teljesen egyetértek vele, ez a tudás megosztás, hogy lesz-e vagy van-e már egyáltalán olyan platform, ahol az edzők megoszthatják egymás között a tudásukat. Meg is mondom, miért gondolok erre, megint csak a nézők miatt mondom, mi a Szabolcs a szabad időnkből, a saját költségünkön nagyon sok ilyen MLS konferenciára, továbbképzésre elmegyünk, ahova még beengednek, és a legutóbbin, vagy talán még mindegy, szerencsétlen Sisa Tibor rohamgátott körbe-körbe egy mikrofonnal, hát ha valaki egy kérdést föltesz neki 2 kreditpontért, helyette én kérdeztem meg egy másik szurkoló, mert nekem volt kellemetlen, 600 edzőből senki nem kérdez, és lesz-e majd, vagy kérnek-e majd olyat, hogy az edzői társadalom legalább valamit rakjon bele a közösbe. Hogy például ne úgy halljanak meg az edzőink, mint egy verebes, aki mondhatom azt, hogy elfeledve halt meg, és magával vitte a tudást. Tehát, hogy valamilyen ösztönzővel, vagy valami csúnya szóval kényszerítő erővel, hogy igenis évente valamit tegyen be valami tudás a tudásbázisba, akár egy edzésmódszer videót, akár egy valamilyen edzéstervet, vagy fordítson le egy könyvet, vagy bármit. Tehát, hogy lesz-e ilyen,
vagy tervben van-e egyáltalán ilyen? Nem csak, hogy tervben van, hanem lesz ilyen, és én több példát tudok erre mondani. Kezdem a válogatottnál. A válogatott edzőknél én azt szeretném, hogy ne csak a saját csapatukkal foglalkozzanak, hanem jusson kellő idő arra, hogy a klubokat hétközben is látogassák. Nagyon fontosnak tartom, hogy az edzéseken ott legyenek, egyeztessenek a klubokkal, ha kell, adott esetben ott bemutató edzéseket tudjanak tartani. És ami nagyon fontos, elvileg a legjobb edzőkről van szó az utánpótlásban, ők vegyenek részt az edzőképzésben. Ez az egyik dolog. A másik, akkor, amikor egy válogatott mérkőzésre sor kerül majd, például egy U17-es válogatott mérkőzésre, akkor az adott U17-es korosztály klubedzőit be fogjuk hívni az edzőtáborba, telkibe, ahol délelőtt egy adott konferencia vagy egy ilyen megbeszélés részeként a szövetségi edző, a válogatott edző el fogja mondani, hogy mit akar majd játszatni a csapattal délután, milyen taktika alapján, amit a meccs után ki fog elemezni együtt ez a stáb, a válogatott stáb és az ott lévő korosztályos edzők. Ez is a képzésnek egy része. Mindent a képzésre fogunk kihegyezni egyébként, hiszen az egyrészt közelebb hozni a klubokat és a MLS, másrészt pedig nagyon sokszor nem értik, nem tudják a klubok, vagy nem tudják a szurkolók az MLS vagy az adott edzőnek a szemszögéből látni a dolgot, mert nem értik, mert nem hallották, mert nem mondja el az adott edző vagy az MLS. Szeretnénk nyilvánossá tenni, szeretnénk ezt közzé tenni és elmondani. Másik, hogy az edzőképzésben kifejezetten erről beszéltünk a Fórián Zsoltal, aki a edzőképzés vezetője, hogy olyan kreditszerző pontokat fogunk betenni, ahol behívjuk, speciálisan az adott problémákat fogjuk megcélozni, tehát például a kiválasztás, például a képzésben bizonyos elemei, a fiatalok beépítése, és ehhez fogunk külföldi előadókat meghívni egyrészt, de a külföldi előadóknál nagyon-nagyon hasznos, ha eljön egy Manchester United vagy Barcelona, de még hasznosabb, ha eljön a Zsolna, vagy eljön a Slavia Prága, a mi szintünkhöz közelebb álló klub, és el tudja azt mondani, hogy ő hogy tudott bejutni az Európa Ligába vagy a BL-be úgy, hogy közben beépített fiatalokat. Tehát hatékonyan akarjuk tenni ezen a szinten is a képzést. Harmadrészt pedig lesznek olyan kreditgyűjtő konferenciák, ahol bizonyos témakörben bizonyos edzőket, klubedzőket fogunk felkérni arra, hogy tartson előadást. Az elsőt egyébként csak azért, hogy az MLS indítsa el a folyamatot, a Preisinger Sanyi fogja megtartani, és kifejezetten kreditpont szerzőknek akarjuk. Nyilván a témákat leülünk, átbeszéljük, de azt szeretnénk, hogy az edző bátran merje elmondani a saját gondolatait, mert egyébként nincsenek rossz gondolatai sokszor az edzőknek, csak terelgetni kell, segíteni kell őket, hogy merre is kellene haladni ezekkel a gondolatokkal, sokszor rendet kell tenni a fejekbe. Úgyhogy kifejezetten szándékunk ez, nem véletlenül mondtam, hogy nyitottabb, középtávon rendszerbe gondolkodó vezetőket, edzőket szeretnénk. Ehhez az MLS-nek kell példát mutatni, és ehhez fogunk mi majd rászervezni különböző programokat, úgyhogy lesz ilyen. És hogy látszik most, hogy gondolja ennek az egész, hát nem is program, hanem mondjuk azt, hogy én azt használom, hogy ennek a futballkultúra teremtésnek. Mikor lesznek eredményei, illetve azok mikben fognak megmutatkozni? Én ezt azért kérdezem, mert most hogy azok a nézői, hallgatói kérdések, amelyek jöttek hozzánk, azok egyébként nyilván voltak köztük barátságosak és kevésbé barátságosak, de egyébként egy jó párat föltettünk ezek közül, de én azért nem nagyon szeretnék egyébként a múltról beszélni, mert most amit én látok, most egy akkora mértékű változás van, ami miatt én most nem tartom itt feltétlenül helyén valónak azt, hogy most bizonyos olyan problémákról beszélünk, ami most úgy látszik, mint hogy most... Hogy megoldható, hogy a megoldás irányába történik az elmozdulás, innentől kezdve nem is nagyon van értelme feszegetni, és akkor egy varga betűvel pedig oda szeretnék viszont kiukadni, és ez egy nagyon fontos dolog, ugye a 12 csapatos bajnoksággal kapcsolatban én most a napokban az egyik olvasónktól kaptam egy olyan csak pár sort, ami arról szólt, hogy alapvetően ott van a probléma ezzel a rendszerrel, és tudom, hogy ettől az évtől már sorsolás alapján dől el, hogy ki hányszor játszik otthon és idegenben, tehát ez változott, mert ugye a harmadik körben, igen, a harmadik körben, hogy viszont
azt láttuk idén, meg már korábban is, hogy azok a csapatok, amelyek már nem érdekeltek valamiért a bajnokságban, mert már nem tudnak előrébb kerülni, már nem fognak kiesni, vagy már megnyerték a bajnokságot, vagy a biztos a második, harmadik helyük mondjuk, ők vagy pihentetik a sztárjaikat, vagy fiatalokat szerepeltetnek, de ha adott esetben egy kiesés ellen küzdővel játszanak, akkor olyan módon nem születik korrekt eredmény, hogy nem tükrözi majd az eredmény a bajnoki helyezéseket, és nem jók a meccsek. Hogy ezt hogy lehetne, mert én azt mondom, hogy ez most egy olyan érv, legalábbis nálam, amit én tényleg úgy gondolok, hogy így a versenyt befolyásoló tényező, és a végeredményeket befolyásoló tényező, amit eddig én nem is gondoltam át igazán, de valós problémának tűnik. Hát ezt nehéz kezelni, és ez nem a csapat bajnokságnak a létszámától függ, mert ez 12 10. Nem. Most a háromkörös lebonyolítás. Igen, hát a három, igen. Nagy, egyébként ebben nagyon sok egyeztetés volt házon belül is nyilván. Az, hogy 16-12 csapatos a bajnokság, annak milyen lebonyolítási forma lenne. Például egy 12 csapatos bajnokságnál nagyon nehéz jó megoldást találni. Én sokkal jobban preferálnám, ha már 12 csapatos bajnokságra beszélünk, a két kör után a felsőháza, alsóházas megoldást. Hát, erre akartam rá kérdezni. Én azt gondolom, hogy ott a ketté válna, és akkor már a legjobbak egymásra játszanának, és a többiek pedig kiesés ellen. Egyébként erre meg számtalan példa van, hogy lehet a második hat csapatnak a felső egy-két csapatát is motiváltá tenni, ha ők már jó nagy különbségre vannak a kiesőktől, hiszen adott esetben őket meg lehet mérkőztetni a negyedik helyezett csapattal az Európa Ligáért. Tehát sokféle nemzetközi példákat látok, a belga szövetséggel beszélgettünk erről, hiszen mindenki próbálja változtatni a bajnokságot. Hogy tegyem hozzá egyébként, hogy most én nem mennék bele egy ilyen számháborúba, hogy most 12, 16, 18, 20. Gyakorlatilag én nem hiszem, hogy ettől változna meg a magyar labdarúgás színvonala. Én inkább abban hiszek, hogy dolgozni kell. Ezeket a problémákat, amiről már beszélünk egy órája, ezeket helyre kell rakni, nem mellé beszélni, hanem dolgozni napi szinten, és akkor majdnem mindegy, hogy 12 vagy 16 csapatos a bajnokság. De nyilván, ha már csinálunk valamit, akkor csináljuk jól. Szóba került, meglátjuk egyébként, most a 3x11-es bajnokság az valóban olyan szempontból aszimmetrikus, és nehéz megtalálni a jó megoldást. Erről egyébként valószínűleg házon belül újabb egyeztetések lesznek. Most legutoljára, most eszembe jutott, hogy a legutolsó ilyen MLS konferencián, amikor részt vettünk, ami nyílt volt, emlékszel Szabocs? Igen. Készítettünk egy videófelvételt, amit magáról az ülésről nem raktam ki. Én nagyon örülök, hogy léptünk előre ebben, ugyanis ott nem visszakiabálok az előző MLS vezetésre. Fölhívtak bennünket telefonon, és azt mondták, hogy ha ebből bármi is kimegy, akkor abban a pillanatban följelentenek bennünket. Az hangzott el ezen a konferencián, hogy a magyar labdarúgás 10 éves mélyponton van, és igazán előtte pedig a sikerpropagandát hallottuk. Ezt a szót szoktuk használni, mert sajnos a sporttelevízióban, sportsajtóban is ezeket a problémákat, amiket ön is felvetett, illetve a Double Pass, illetve mi is, ezeket valahogy mindig szőnyeg alá söpörték. És jelen pillanatban én azon a kérdésem, hogy persze most a infrastruktúra rendben van, és nem kérem azt, hogy mondja azt, hogy 5 év múlva világbajnokok leszünk. De jelen pillanatban mindent összevetve hova sorolná a magyar labdarúgást Európában? Milyen kikkel lehetünk mi, de akkor vegyünk mindent egy kalapát, tudom, hogy baromi nehéz most, infrastruktúrát, utánpótlás, bármi ilyesmit, hogy hova sorolná most jelen pillanatban? Igen, na most, ahogy korábban beszéltünk róla, hogy már 15-ben egy picit, mintha elindultak volna olyan fajta folyamatok, hogy már ott a bajnokság átszervezése került, mintha már alakult volna valami, azért azt is látni kell, hogy már rész sikereket tudtunk elérni, úgyhogy még teljesen összehangolt futballszakmai koncepció mentén nem tudtunk haladni, de azért egy-egy klubcsapatnak a bejutása, még akkor is, ha sok a külföldi közöttük, de azért 2 évvel egymás után bejutott 2 csapatunk, aminek nyilván nagyon örültünk, mint ahogy az EB szereplés is örömteli volt, tehát már pislákol a fény valamennyire így az alagút végén, vagy legalábbis ezek inkább ilyen biztató jelek. De nyilván tudjuk, hogy ez átmeneti siker, és ez még nem egy határozott, tudatos irányvonalnak a következménye. Én igazából
úgy fogalmaztam meg ezt, hogy nagyon sokszor azt érzem, hogy nagyon messze vagyunk még Európa középmezőnyétől is. Másodszor utána még azt fogalmazom bennem, hogy közben meg ott vagyunk a nyomukban, nagyon közel. Elmondom, hogy miért van ez a kettőség bennem. Egyrészt, amikor én 16 évesen játszottam az utánpótlás válogatottba, akkor kikaptunk egyszer úgy a franciáktól, hogy én ötször éltem a labdát a meccsen, és csak forgattam a fejem, és egyből kaptunk ki, és gratuláltak, hogy de jó, hogy helyt álltunk, miközben ha ez pontozásos, mert csak K.O. lett volna szerintem. Tehát én a játék minőségéből indulok ki elsősorban, mert arra tudunk középtávon építeni, hogy hogyan játszunk, nem csak az eredmény. A válogatottoknál sem szeretnénk, ha tennénk egy 2 méteres centert a 17 évesek közé, és a 90. percben fejel egy gól, de ötször nem passzoltunk egymásra, hogy nem leszek elégedett ezzel. Tehát nem fotizom, nekünk fel kell építeni a játékot. Na most ilyen szempont volt például a 2016-os EB egy bizakodással ad okot, hiszen ott egy rövid felkészülés után teljesen partiba voltunk Európa középmezőnyével, sőt évmezőnyével, hiszen a portugálokkal is azért partiba voltunk. Tehát én azt gondolom, hogy ez a hiányosság átmenetileg bedolgozható. Ahhoz nekünk így kellene dolgozni, ahogy ott az edzőtáborban például a válogatott dolgozott. Én azt tartom nagyon fontosnak, és azért fogok mindent megtenni, és én azt tartom egy fokmérőnek a mi munkán kapcsán, hogy ezt a fajta mentalitást, ezt a fajta kultúrát, futballkultúrát hogyan tudjuk beépíteni a hétköznapokba. Hogyan tudjuk azt elérni, hogy mindenki a saját feladatát a létező legjobban csinálja, és ezek szépen épüljenek egymásra tudatosan. Mert akkor el tudjuk azt érni, hogy ne csak egy 3-4 meccses EB-re, vagy ne csak néhány Európa Liga meccsre álljon össze egy-egy klubcsapatunk, hanem folyamatában ezt az eredményt, ezt a szintet tudjuk tartani. Hiszen élvezetesebbek, lüktetőbbek lennének a játékok önmagában, a játék önmagában, hogyha már a kondiban is tudunk előrelépni, ami már magával hozna már egyfajta önbizalmat és egy játék minőséget, amit nyilván tudatosan kell szépen felépíteni. Vannak biztató jelek, ezt nem mondom, hogy nincsenek, csak én azt szeretném, hogyha ebből sokkal több lenne, és én abban vállalok szerepet, hogy ezt a futball alapot, tehát a futball kultúrának, illetve a futball szakmának ezt az alapját rakjuk le az elkövetkezendő 2-3 évben. Decemberre kiválasztjuk ezeket a B és C szintű klubokat, utána folyamatos oktatás lesz, hogy jövő nyáron el tudjunk indulni, és onnantól kezdve teljes gőzerővel tudunk dolgozni. Én onnantól szeretnék már látni eredményeket, de én nem úgy fogalmaznám meg, hogyha most kijutunk az EB-re, akkor az halleluja, mert nem ez az elsődleges, az már egy végcél. Én közben szeretném azt látni, hogy az nem egy véletlenszerű eredmény, hanem tudatosan építettük fel a hétköznapokat is, a klubok játékát, a válogatott játékát, és ez egy tudatos folyamat eredmény. Nem válaszolt, hogy hova sorolja a magyar labdarúgást. Nagyjából a középmezőnybe Európába. Igazából bebizonyosodott azért az EB-n, ha megnézzük a világranglistán elfoglalt helyünket, európai ranglistán elfoglalt helyünket, nagyjából a középmezőnyhez tartozunk, amiben jó lenne előrelépni, mert többre hivatott a magyar labdarúgást. Lesznek-e, ugye 5 vagy 10 éves projektben gondolkodunk, vagy gondolkodik ön is, és lesznek-e olyan sarokpontok, hogy évente valamit el kell érni? Tudom, hogy most beszéltünk a játék minőségéről, tehát lesznek-e majd, vagy szándékoznak-e egy olyat, hogy csak mondok egy példát, most rohadt önző vagyok. Megkérdeznek-e bennünket majd szurkolókat, hogy szerintetek javult-e a labdarúgás, vagy nem? Vagy esetleg valami, persze kellenek eredmények is, ugye, mert anélkül nincsen sport, hogyha nincsenek eredmények. Tehát valamilyen sarokpontok, hogy mit tudom én, 1 év múlva itt kell tartanunk, 2 év múlva itt kell tartanunk, 3 év múlva itt kell tartanunk, és tehát, hogy folyamatosan lesz-e valami, ahol ez ösztönzőleg hat a részeredmény, sikerek, azok mindenkire ösztönzőleg hatnak ránk is, illetve önökre is, akik dolgoznak. Tudom, hogy most kicsit csapongó volt a kérdés, nem akarom nagyon az idejét rabolni. Nem, egyébként nyilván teljesen egyértelmű, tehát én újságíróként dolgoztam, és nyilván újságíróként is akkor tudtam szembesíteni az interjú alanyomat, hogyha konkrétumokról beszéltünk. Ez teljesen egyértelmű és jogos felvetés. Az, hogy most konkrétan milyen eredményeket pályán vagy az adott tornákon való szerepléshez igazított eredményeket tudunk elérni, ezt én akkor tudom felelősségteljesen meghatározni, hogyha ezek a folyamatok elindultak. Tehát nekem az utánpótlás válogatottaknál sem az lesz a siker, ha bejutunk egy 17-es EB-re, és közben bunkerfocit játszunk. Tehát azt remélem, engedjék meg nekem, hogy azt
azt nézzem elsősorban, hogy milyen a minősége a játéknak. Ezt mondtuk is. Tehát én például az utánpótlás válogatottaknál az EB-be való bejutáshoz mért prémiumot csökkenteni szeretném, és inkább egy olyan plusz támogatást adni az edzőknek, hogyha egy játékos kinevelnek a felnőtt válogatottra, akkor kapjanak egyfajta díjat. Ezzel üzenni szeretnék a kluboknak, hogy ne tartsa vissza egy U17-es edző a legügyesebb játékosát, ha a játékosnak az érdeke már azt kívánja, hogy ő már U19-ben játszom, vagy az NB3-as csapatban. Tehát igazából oda akarok kiukadni, hogy én ezeket a folyamatokat szeretném elindítani. Ugyanis elsősorban akkor tudjuk garantálni a folyamatos eredményeket, és azt, hogy esetleg az EB-be be tud jutni a válogatottunk majd idővel rendszeresen, vagy az Európa Ligába egy-egy csapatunk, ha el tudjuk ezeket a folyamatokat indítani, máskülönben csak véletlenszerű eredményeket tudunk elindítani. És ezek viszont igenis ezzel engem lehet majd szembesíteni, hogy ezek a folyamatok elindultak-e, és ezért én vállalok is felelősséget, de nem számszerű eredményre tudom most meghatározni, azt akkor tudom, amikor végre elindítottuk ezeket a folyamatokat, akkor tudom azt mondani, hogy igen, most már itt is elindultak ezek, és várható, hogy néhány éven belül tényleg kézzelfogható eredményt tudunk elérni. Hát ez most arra irányult a kérdés elsősorban, hogy a közeljövőben, nem is az a közeljövőben, egyáltalán a jövőben, amíg ön, nagyon remélem, hogy ezekkel a terveket megvalósítva önök maradnak ott, akik tesznek a magyar labdarúgásért a vezető pozícióban, hogy későbbiekben is tudjunk esetleg egy kisebb tükröt tartani, egy kisebb ilyen minőségellenőr szerepet betölteni. Nem is az, hogy feltétlenül mi, hanem valamelyik szurkolói platform. Ha nem lennék kíváncsi a szurkolók véleményére, akkor nem ülnék itt. Tehát nyilvánvaló, hogy én igyekszem példát mutatni a kollégáimnak és mindenkinek a kluboknak is nyitottságban. Tehát nem véletlenül szerettem volna önökkel is egyeztetni, és az elmúlt időszakban is nagyon sok kollégával egyeztettem, meg is lepődött néhány szakember, hogy csak úgy felhívtam és kértem, hogy egy kávét igyunk meg, és mondjál a véleményét. Egy olyan szakember, aki a Bozsi programban mondjuk útezesekkel dolgozik, és világéletünkben nem beszéltünk. Nyilván, ha ezeket a folyamatokat elindítjuk, azért ennek már azonnal is kell, hogy látható eredménye legyen, ha már csak azt nem például, hogy hogyan mérjük a játékosokat. Tehát igazából már azért látható eredményeket szeretnék én egy-két éven belül elérni. Mint a, bocsánat, elnézést, Szabi, bocsánat, nem láttam, hogy ezt. Nemrég készítettünk egy beszélgetést a Krik Zolival, ahol ő egy bizonyos rendszert mutatott be, egy ilyen ellenőrző rendszert, az IQRS, teljesen mindegy, hogy lesz-e, vagy akkor ugye említette, hogy lesz egy mindenki által hozzáférhető olyan rendszer, ahol lehet látni majd az adatokat a srácokról, illetve a labdarúgókról. És ez mindenki számára hozzáférhető lesz, aki szakmabeli. Tehát tudja nézni egy másik csapat például az adatokat? Igen, na most a 10 állami akadémia és az MLS egy közös informatikai rendszert fog használni, amihez becsatlakozik a decemberben kiválasztásra kerül 35 csapat. Tehát ennek a 40-45 csapatnak, meg az MLS-nek egy közös informatikai rendszer lesz. Ez azért fontos, mert amikor a kollégáim kimennek a klubokba auditálni, ellenőrizni, akkor ők pontosan szeretnék látni az edzéstervet, mikor, hol, ki milyen edzést tart, mikor mennek az óvodába, mikor mennek az iskolába, mert szúrópróba szerűen fogják ellenőrizni a klubokat. Másik oldalról itt lesznek felrögzítve azok az eredmények, mérési eredmények, amit a kollégáim, a sporttudományi részlegen dolgozó kollégáim ki fognak elemezni, és utána megbeszélnek a klubokkal. Na most ezeket az információkat egy klub és az MLS láthatja, hiszen ezeket nekünk egyeztetnünk kell, és mi nekünk nem az a célunk, hogy egy adott klubot pellengére állítsunk, és mindenki előtt megalázzuk, mert semmiféleképpen nem szeretnénk, mi le akarunk ülni velük, és átbeszélni, hogy ezt tedd rendbe, légy szíves, mert ennek lesz következménye, hogyha nem teszed rendbe. És utána vissza fogunk menni néhány hét múlva, megnézzük, hogy ezek a folyamatok milyen irányba haladnak. Na, erre lesz egy olyan közös platform, egy olyan rendszer, amiben teljes képet kapunk a klubok működéséről, és ez viszont is igaz, tehát például, hogy mondjak egy példát, amikor egy válogatott mérkőzésen megsérül valaki, rehabilitációs időszakra kerül sor, ezt fel fogjuk venni videóra, hogy miket végzünk a rehabilitáció alatt, és ebben a rendszerbe feltöltjük, hogy lássa a klub, hogy mit csinálunk velük. Tehát mindent nagyon transzparensé szeretnénk tenni. Szabi? Na hát ez egy jó hír. Egyébként, ugye, hogyha már szóba került a nemzetközi kupa szereplés, illetve az, hogy az elmúlt két évben ugye azért mégis sikerült csoportkörökig eljutni csapatoknak Magyarországról, viszont sok volt ugye
a légiós. Én azért egy ponton, most én látok egy nagyon, és erről már sokat beszéltünk a semleges térfélben, egy ponton látok egy nagyon pozitív folyamatot, hogy az NB1-es edzői garnitúra, az most így, mintha minden klub így rájött volna, hogy hát magyar edző is lehet jó, mert jelentősen növekedik a számuk, vagy az arányuk az NB1-ben. Ez minek lehet, minek köszönhető? Mert én egyébként nagyon örülök ennek a dolognak, mert én soha nem gondoltam, hogy a magyar edzők között most a 12 csapatos bajnokságban nincs 12, vagy legalább 10, aki tényleg képes lenne hozni egy NB1-es szintet, meg egyébként azért ez egy nagyon fontos dolog, hogy a kommunikáció és minden egyéb miatt a szurkolóknak mindenképpen, de szerintem a játékosoknak, a magyar játékosoknak is fontos a magyar edző. Hogyan értékeli ezt? Milyen okot lát erre, hogy ez most így jött? Ez egy véletlenszerű dolog, vagy ez egy folyamat? Én megint csak a folyamatoknak tudnék hivatkozni. Ez egy valóban egy folyamat, és ha megnézzük, ez egy fiatalabb generáció. Tehát itt ilyen 38-45 éves edzőkről van szó, akik már képzik magukat, akik sokat megfordultak külföldön tanulmányutakon, és látják nyilván a folyamatokat, a külföldön lezajló folyamatokat, aminek én szintén örülök. Azért azt hogy tegyem hozzá, ezt elfelejtettem az előbb mondani, hogy én az elmúlt években egy görög, portugál, osztrák első osztályú mérkőzésen is voltam, és olyan klub meccseken, mint az Austria Wien Salzburg meccs, ami azért komoly színvonal. És azt vettem észre, hogy nem feltétlenül jobb a színvonal a mérkőzésen, valahogy mégis a körítés, a hangulat sokkal jobb egy ilyen mérkőzésen, és ott is vannak edzői hibák. Én azt látom nagyon sokszor, hogy kicsit, mintha túl komplikálnánk a dolgokat, tehát az edzéseket is adott esetben, mintha túl komplikálnánk, egy picit egyszerűbb folyamatokat szeretnénk egyébként az edzők elé tárni is adott esetben, hiszen nagyon sokszor az egyszerű jobb, mint a komplikált, mint a bonyolult, és azt látom, hogy ezek a fiatalon most oda kerülő edzők, ezek már egy picit talán ezek mentén, a folyamatok mentén edződtek és képezték őket. Kifejezetten örülök neki, és minden támogatást megadunk egyébként ennek a generációnak. Ehhez hozzátenném azt, hogy mi szeretnénk a képzéseinkben a pályafutásokat most abba hagyó játékosoknak, a Juhász Oléknak, a Tőzsér Daniéknak, a Torgeres Anyéknak, a Huszti Szabéknak is lehetőséget kínálni. Ők benne fognak dolgozni a magyar labdarúgásban, külföldön szereztek tapasztalatot, azt szeretnénk, hogy meglegyen a megfelelő tudásuk, lássák másik oldalra is a labdarúgást, tehát adott esetben oda veszük szívesen őket a válogatottjaink mellé, pályaedzőnek, külföldi tanulmányokatra szívesen kiküldjük őket a klubjukkal együttműködve, tehát fel akarjuk őket építeni, és ezek azok a folyamatok, amelyek egy kicsit más szemléletet tudnak generálni szerintem. Szabi? Hát igen, én ezt egyébként egy jó ötletnek tartom, mert tényleg az említett játékosok olyan helyeken játszottak, olyan dolgokat láttak és szocializálódtak bele, amelyeket nem lehet elsajátítani egy előadáson, egy iskolapadban, nem lehet feltétlenül így megtanulni, ott kell lenni. És ez nekem egy kicsit olyan, mint annak idején a C-legények, akik ugye fogták a batyójukat, kivándoroltak valahova, Ausztriába, Csehországba, Németországba, és hazajöttek, és akkor már CS mesterekként ugye tudtak működni. Ez is valahogy hasonlóan kell, hogy működjön. És akkor ugye a már említett lővék, ugye a Dárdai Pali, vagy éppen a Szabicsimi, ugyanilyen példák, és látható, hogy igenis ők meg tudták csinálni. Igaz, hogy nem feltétlenül itthon, és nem is itthon működnek, de ettől még például a szakmai bizottságon keresztül azért nyilván tud hasznosulni az ő tudásuk. Én még szeretném azt megkérdezni, így lassanként a vége felé, mert nem szeretnénk a több idejét már igazán rabolni, hogy van valami olyasmi, amit nem kérdeztünk meg, de feltétlenül úgy gondolja, hogy a szurkolóknak el kell, hogy mondja, mert ez egy fontos üzenet. Hát nagyon sok mindenről beszéltünk, most hirtelen nem jut úgy eszembe semmi, én nagyon szívesen válaszolok ezekre a kérdésekre egyébként későbbiekben is.
Amit fontosnak tartok, hogy én nagyon szívesen, ha arról van szó, időközönként állok a rendelkezésre, mert én szeretném, hogyha érzékelnék a szurkolók, és nyilván a szakmabeliek is, az edzők, a vezetők azt, hogy elindult egy újfajta folyamat. Azért nyilván tudnunk kell azt, mert szerintem mindenki a saját környezetében, a munkakörnyezetében is azon dolgozik, jön egy új vezető, és át akar vinni egy új elképzelést, nem egyik pillanatra a másikra történnek. Tehát azért egy ilyen folyamatot generálni egy ilyen több százezeres mini társadalomban, egy mini közösségben nem egyik napra a másikra fog végbe menni. Nekem kifejezetten az a célom, hogy minél hamarabb elindítsuk a folyamatokat, és minél hatékonyabbá tegyük, ehhez megfelelő kommunikációt, megfelelő meggyőzést kell alkalmaznunk a klubokkal. Úgyhogy én számítok a szurkolók támogatására és a pozitív kritikájára, véleményére. Tehát én nagyon szívesen veszem a kritikát is egyébként, hiszen abból tanulok. Kifejezetten kérem a kollégáimat is, hogy ne azt mondják, amit nincs olyan, hogy én mit szeretnék hallani. Mondjál mindenki a véleményét, mert akkor tudunk egyről kettőre lépni. Hát, hogyha a magyar szurkolókat nem érdekelni a labdarúgás, akkor nem járnánk ki a mérkőzésre, csak itt amit már százszor elmondtunk, itt elbeszéltünk sokszor egymás mellett, mi is, illetve az MLS is sokszor, de én nagyon örülök ennek, legalább elkezdődött valami, és nagyon remélem, hogy ez nem csak egy ilyen fellángolás mindenki részéről, hanem próbáljunk, és biztos vagyok benne, hogy a szurkolók is megértik, illetve türelmesek, hiszen Marseille óta más sincs, csak türelem. Úgyhogy ezt szeretnénk, csak ha őszinte kommunikációval elmondjuk, hogy hol tartunk, akkor nem támasztanak sem a szurkolók, sem senki teljesíthetetlen követelményeket. Hát csak a pozitív, értem én, hogy a pozitivitást kell sugározni. Egyértelmű, csak ettől megy előre a dolog. De ha nem nézünk szembe a tényekkel, ez most a labdarúgó szakmára vonatkozik, akkor jön a nagyon csúnya megcsúszás. És ezért örülök annak, hogy beszélgettünk, és nagyon szépen köszönöm a türelmét, illetve biztos vagyok benne, hogy a közeljövőben fogjuk többször is keresni, illetve megkérdezzük, hogy hol tart a dolog, esetleg felvetéseink vannak, akkor azt, illetve a nézőink közé is, a bárkinek felmerül olyan kérdés, amit nem tettünk fel, akkor azt vagy írásban, vagy így videón keresztül megtesszük. És köszönöm még egyszer a türelmét és a segítségét. Én is köszönöm. Minden jót. Természetesen várunk minden labdarúgásban dolgozó szakembert, MLS illetékest, edzőket, játékosokat, mert ez nagyon fontos, hogy ez a párbeszéd ez működjön, hiszen most kiderült, hogy nem feltétlenül csak az igaz, hogy ugyanaz a szerelmünk a labdarúgás, hanem még nagyon sokszor még ugyanazt is gondoljuk a mi szerelmünkről, és ez, én azt hiszem, hogy az utóbbi jó pár évben ez egy nagyon ritka, jó együttállás a dolgoknak, és ez jó lenne, hogyha folytatódna. Nem rabolom tovább az idejét senkinek. Én is elköszönök. Sziasztok! Józsi a kötelezőt elmondja. Ha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, jelezzétek a kis haranggal, hogy a következő feltöltésre is kíváncsiak vagytok. Látogassatok el social media oldalainkra, a Semleges Térfél Facebook, illetve Instagram oldalára, illetve olvassátok a semlegestérfél.com híreit, ahol feketén-fehéren a magyar labdarúgással foglalkozunk. Köszönöm szépen Barci Róbertnek, hogy rendelkezésre állt, Szabos neked is, és hajrá magyar foci! Hajrá magyar foci! Köszönöm! Hajrá magyar foci!